a karácsonyi beglit akarjátok ledolgozni? Hát azt sem árt egyébként ledolgoznunk, mert elég sokat sikerült belőle lenni, de igazából a havat szerettük volna megnézni, mert nem nagyon jutott az idén belőle, úgyhogy ez volt a fő indok, hogy eljöttünk havat nézni. De egyébként járunk, vagy hát én jártam régebben síelni, úgyhogy reméljük, hogy jövőre már a kisasszony is tud síelni, mert az idén még kicsi a lába, az előbb kérdeztük meg éppen a kölcsönzőből, úgyhogy most még nem lehet rá sílécet tenni. Idén eléggé sok újdonsággal várjuk a vendégeket, és az első menetben tehát a vendéglátás részt érinti. Tehát építettünk egy új éttermet, most itt mögöttem látható egyébként az új grillbüfénk, ahol ételkülönlegességekkel szolgálunk tehát a vendégeinknek, valamint fönt a felső étteremben is látványpizzasütés van, illetve helyi kézműves söröket is lehet vásárolni. Úgyhogy sok újdonsággal készültünk. Az egyik legnagyobb egyébként az itt az előttem látható síkölcsönző. Ez egy teljesen új épület, teljesen új felszerelésekkel, tehát így a szolgáltatás részét azt eléggé fejlesztett. Hát sok volt a begli, nagyon sok finomat ettünk az elmúlt napokban, és nagyon hiányzott már a mozgás, és nagyon szeretjük a mozgásnak ezt a formáját, a síelést, a szánkózást itt a jó levegőn, szép környezetben lenni, nagyon jó. Ezek szerint akkor rendszeresen jártok ide? Igen, minden évben el szoktunk jönni. Idén se hagytuk ki, hogy eljöjjünk ide Eplénybe, és egy jó sportoljunk, mozogjunk, jól érezzük magunkat. Akkor fontosnak tartjátok, hogy nem csak nyáron, hanem télen is mozogjatok. Igen, nagyon szeretünk síelni, korcsolyázni is, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat Győrből. A helyiek azért eléggé rendszeresen meglátogatnak minket, viszont hát Székesfehérvár, Budapest, Győr, ahogy említette, tehát így a távolabbról is jönnek egyébként. Előfordultak már nálunk külföldiek is, és egyébként ez egyre tehát felfelé ágazó tendencia, hogy külföldről is jönnek hozzánk vendégek, leginkább Szlovákiából szoktak jönni, de most például volt egy vendégünk, aki Afrikából jött, volt amerikai vendégünk is, úgyhogy eléggé sokszínű ez a dolog, ez a kérdés. Elég sokan eljöttek karácsony másnapján ide, jellemző, hogy ilyen sokan vannak? Igen, ez általában jellemző, ugyanis az emberek ugye a szentestét azt otthon szokták tölteni, de utána mindig keresik a kimozdulást, a családdal együtt való kimozdulást, és hát Eplény, az Intersport Arena azért eléggé jó helyszín erre, mint ahogy látjuk is. Mi most jöttünk el először, mi karácsonykor hagyományosan a családokat látogatjuk, de a barátaink szóltak, és úgy gondoltuk, hogy velük tartunk, kimozdulunk egy kicsit. Gyerekek kilöppentek, az öregek meg mozognak egy kicsit. És van olyan vendég, aki több napra érkezett, vagy célirányossal jönnek egy karácsony másnapján lemozogni a sok ételt, amit ettek? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát én úgy gondolom, hogy karácsony másnapjára azért valószínűleg csak egy-két napra jönnek le, de vannak már előfoglalásaink a szálláshelyünkön, úgyhogy a héten már azért elindul a többnapos síelés is. Hát olyan 5 éve, 26, 27, 28-án mindig itt vagyunk, ez már egy ilyen családi, baráti hagyomány. Egy kicsit lemozogjuk a beiglit és a karácsonyi étkeket. Akkor fontosnak tartjátok, hogy nem csak nyáron, hanem télen is mozogjatok. Pontosan, nyáron vízisi, télen hóban sí. Van egy kis enyhülés ugyan most ebben a pár napban, tehát pluszfokok vannak, viszont csütörtöktől újra mondják a hideget, tehát szerda éjszaka mi már szeretnénk elkezdeni hóágyúzni, és onnantól kezdve, ameddig belefér, gyártani fogjuk a havat, frissíteni a pályát. Átlagban így is azért még 70-80 centi hó van a pályán, helyenként akár 2 méter is, úgyhogy ez azért eléggé nagy mennyiség, ami azért olyan gyorsan nem olvad el. Hát egyrészt iskolaszünet van, most tudunk eljönni családdal együtt, másrészt úgy gondoltuk, hogy most nincsenek annyian, nem lesz akkora tömeg a pályákon. Fontosnak tartjátok, hogy nem csak nyáron, hanem télen is jöjjetek edzeni, síelni, mozogni? Igen, mindenféleképpen nagyon sportos család vagyunk, úgyhogy szeretünk mozogni. Nem baj. És a pici hogy élvezte? Szereti, járunk vele síoktatásra otthon is, úgyhogy lábam között, de nagyon ügyesen tud már jönni. Hey, Pia!